Üdvözlöm a kedves jelenlevőket és a nézőket! Én Édes Lili vagyok, az ELTE TTK fizika szakának mesterszakos hallgatója, és a következőkben az ideális gázoknak egyes tulajdonságait fogjuk megnézni, körbejárjuk a Bernoulli-tételt, és hogy milyen érdekes dolgok következnek belőle. De először kezdjük egy kis varázslattal, méghozzá azzal, hogy itt van ez a kis pohár víz, és most el fogom érni valahogyan, hogyha sikerülni fog a varázslatom, hogy ha ezt most megfordítom, nem fog belőle kijönni a víz. Remélem, hogy a jó igéket fogom elmondani, és akkor sikerülni fog. Na hát akkor most hokusz-pokusz, maradj benne. Aha, aha, és sikerült! Na de nézzük, hogy mennyire erős a varázslatom. Próbáljuk meg ezt a kis hurkapálcikát átdöfni itt az alján, és valahogyan belerakni ebbe a vízbe. Sikerülni fog, és ment is, át is ment. Na nézzük, hogy mennyire erős ez a varázslatom. Próbáljuk meg kicsit meglötyögtetni a vizet. Egész jó, mennyire tudom erősen. Hát ennyire tudtam erősen. Na jó, bevallom, ez nem volt varázslat, de akkor mi volt? Hát fizika. Na de milyen fizika? Az az igazság, hogy a csel az volt benne, hogy egy ilyen kis műanyag körszerű dolgot raktam a pohárnak az aljára, és ez bent tartotta a vizet. Na de alapból ez nem tartaná bent a vizet, nincsen rajta ragasztó se semmi, ez alapból leesne. Mi az, ami történt? Amikor a pohárban még víz volt, és megfordítottam, akkor ugye nyilvánvalóan a víz kiszeretett volna belőle jönni, hiszen a gravitáció lefele húzza a vizet. Na de, hogyha a víz le akart volna menni, akkor a fölötte levő levegőnek tágulnia kellett volna. És akkor itt jönnek be nagyon érdekes tulajdonságai az ideális gáznak, még például az, hogy ezt már biztos tanultátok az iskolában is, hogy egy zárt térben levő ideális gáz nyomása szorozva a térfogatával, osztva a hőmérsékletével, az valamilyen állandó lesz. Hogyha itt ebben a jelenlegi esetben elkezdett volna tágulni a levegő, akkor bizony le kellett volna csökkenni a nyomásának. Na de hogyha lecsökken bent a nyomás, kívül pedig a légnyomás ugyanannyi marad, akkor a levegőnek a nyomása bizony visszanyomta volna a vizet. És erre még annyival rá kellett segítenünk, hogy ez a kis műanyag kis darabka segített annyiban, hogy a vizet egybe tartotta, ugyanis anélkül így külön kijött volna a víz belőle. Na de volt rajta egy kis lyuk, ami igazából a varázslat lényegét adta, ez már egy picit máshol vezet, ugyanis ez a felületi feszültség miatt volt. A felületi feszültség egy kis hártyát hagyott rajta a kis lyukon, és ez nem engedte ki a vizet. Tehát akkor mi az, amit tanultunk, hogy P/V/T az állandó. Ez nagyon jó, most azzal foglalkoztunk, hogy mi van akkor, hogyha a térfogat meg szeretne változni. De mi van akkor, hogyha a hőmérséklet változik? Mondjuk rá, hogy az a legnagyobb életcélunk, hogy mondjuk ebbe a kis tálba levő kék vizet bele szeretném rakni ebbe a pohárba, úgy, hogy nem nyúlhatok hozzá a tálhoz. Hát, vegyük akkor segítségül a hőmérsékletváltozást és ezt a kis gyertyát, és azt fogom csinálni, hogy belerakom a tálba ezt a gyertyát, és meggyújtom. Hagyom, hogy egy kicsit égjen, és nagyobb legyen a tűz. Ami most történik, fölötte a levegő elkezd melegedni. Rárakom ezt a poharat, várok egy kicsit, nyilvánvalóan el fog fogyni az oxigén, és remélem, hogy látszódik, hogy bizony a pohárba belement a kék folyadékunk. Nem az összes, de mondjuk rá, hogy egy nagyobb gyertyával akár az összeset is föl tudtuk volna szívni. Mi az, ami itt történt? Most nem ugye a térfogat nem tudott megváltozni, csak a hőmérséklet. Benne levő, az üvegben levő hőmérséklet, az nagyon meleg volt, amikor még ugye a gyertya égett. Azonban amikor a gyertya ugye elaludt, utána elkezdett hűlni. Hogyha hűl, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet elkezd csökkenni. Ahhoz, hogy ez itt állandó maradjon, a nyomásnak is el kellett volna kezdenie csökkenni. Ahogy kisebb lett a nyomás, a körülöttünk levő légköri nyomás, az bizony belenyomta a pohárba a vizet. Tehát
azt nem lehet mondani, hogy itt vákum keletkezett, és az magába szippantotta a vizet, hanem itt kisebb lett a nyomás, és ezért a légköri nyomás belenyomta a vizet a pohárba. Maradjunk ugyanennél az egyenletnél, mert ez nagyon érdekes, és most egy ismét, miután ezt megcsináltuk, egy újabb életcélunk van, méghozzá az, hogy ezt a lombikot valahogyan hozzá szeretnénk tapasztani ehhez a tálcához. Lesz még egy kis közegünk, ami segíteni fog, ez mégpedig ez a kis nedves papír zsebkendő lesz. És ismét a hőmérséklet változást fogjuk akkor a segítségünkre hívni. Meg fogom gyújtani ezt a kis papírlapot, és reméljük, hogy nem gyújtunk fel semmi más dolgot. Így. És beledobom ide a lombikba. Itt most a lombikba jól föl fog melegedni a levegő, és most rá fogom rakni erre a nedves papírra, és jól hozzászorítom. Mi történik megint? Ugye, ahogy elállt az égés, le fog hűlni a lombikban levő levegő. Mivel, hogy lehűl a levegő, ezért a levegő hőmérséklete, a térfogata nem tud megváltozni, mert ugye ez egy eléggé szilárd üveg, ezért aztán a nyomás fog elkezdeni csökkenni. Ha a nyomás bent csökken, akkor a külső légnyomás az egybe fogja tapasztani a tálat és a lombikot. Reméljük, hogy már elég idő eltelt, és most meg fogjuk ezt emelni. És sikerült! Hát eddig úgy látszik, hogy az összes életcélunkat el sikerült érnünk. Jól van, akkor a következő kísérlet, az szintén a légnyomással lesz. Inkább azt mondom. Tehát ez lesz akkor a következő kísérletünk. Azt fogjuk megnézni, hogy mégis mitől függ a nyomás, mondjuk rá a buborékokban, illetve a léggömbökben. Az az érdekes, hogy a nyomás a léggömbökben az függ valahogyan a sugarától. Na most, hogyha egyenesen arányos lenne a sugár a nyomással, akkor mi történne? Hát ugye akkor azt látnánk, hogy ha most ezt a csapot itt megengedném, ami a kettőt most elzárja egymástól, akkor úgy lenne a kiegyenlítődés, hogy a két léggömb ugyanakkora méretű lenne. Na nézzük, hogy mi fog történni. Kinyitom a csapot itt középen. Remélem, hogy látszik, amit én is szerintem látok. A kisebb léggömb egyre kisebb lesz, és a nagyobb lufi pedig egyre nagyobb lesz. Mire következtethetünk ebből? Hát arra, hogy a légnyomás, ami benne van a lufiba, az bizony a sugártól fordítottan lesz arányos. Tehát minél nagyobb a lufi, annál kisebb benne a nyomás, minél kisebb a lufi, annál nagyobb benne a nyomás. Amikor kiengedjük ezt a csapot, akkor a nyomás az ki akar egyenlítődni, így aztán a kisebb lufiban levő nagy nyomás az át fogja tolni a levegőt a nagyobb lufiba. És akkor végül is így most már ki is egyenlítődött a nyomás. Most térjünk át egy kicsit a Bernoulli tételre és a Bernoullis kísérletekre. Ugye azt már biztos tanultátok az iskolában, hogy ha van egy áramló közegünk, például fúj a szél, vagy például én is kifújom most a levegőt a számon, akkor az előttem levő levegőnek a sebessége, illetve a nyomása az valahogyan függeni fog egymástól. Méghozzá úgy, hogy a nyomásnak és a sebességnek az összege körülbelül az állandó lesz. Ami azt jelenti, hogy ha én most nagyon erősen fújom a levegőt, akkor itt a szám előtt sokkal kisebb lesz a nyomás. Ezt hogyan tudom így bebizonyítani? Például veszek két papírfecnit, és közéjük fogok fújni. Mi fog történni? Hát azt mondaná az ember, hogy nyilvánvalóan, hogyha valamit megfújok, akkor az el akar menni tőlem, de hát nézzük meg, hogy mi fog történni. Bizony egymáshoz vonzódtak igazából. Ami történik az, hogy az áramló levegőnél, ahol nagyobb a sebesség, ott kisebb lesz a nyomás. Viszont a légköri nyomás az ugyanakkora marad, és az egybe szeretné ezt az egészet tartani, a nagyobb nyomástól a kisebb felé egy erő fog keletkezni, tehát
kívülről befele fogja nyomni a kis papírcetliket a légnyomás. Láthatjuk, hogy szépen egymáshoz mentek. Most ezt megpróbálom szemléltetni egy kicsit nagyobb légárammal, amihez hoztam egy hajszárítót is. Na most, hogyha a hajszárítót bekapcsolom, akkor ami történni fog, ugye, hogy egy nagyon erős légáramlat fog itt keletkezni, nagyjából egy ilyen hengerben. Hogyha itt nagy lesz a sebessége a levegőnek, akkor kisebb lesz ott a nyomás. Akkor mi fog történni? Hát nézzük meg először úgy, hogy megpróbálok egy pingpong labdát ebbe a hengerbe belerakni. Erősebben bele. Láthattuk, hogy a pingponglabdát meg tudta tartani ez az erős levegőáramlás. Ez azért történt, mert a körülötte levő levegő, a légnyomás, az nem engedte, hogy a pingponglabda így oldalra el tudjon bármerre mozogni, hiszen ugye a nagyobb légnyomású területről egy erő oda kényszerítette, hogy ott maradjon ebbe a kis hengerbe, ami ott van a hajszárító fölött. Na de miért nem ment fel lefele? Hát fölle ugye mi tudja őt mozgatni? Hát az alulról levő jövő légáramlat, illetve lefele tudja még húzni őt a gravitációs erő. És amikor ez kiegyenlítődik, akkor ugye egy helybe fog maradni a pingpong. Tehát megint csak a nyomás volt az, ami a segítségünkre szolgált. Próbáljuk meg mondjuk rá azt, hogy két pingponglabdát is egymás fölé helyezni. Egész jól sikerült, még helyet is tudtak cserélni. Bernoulli kísérletre még igazából tudnék mutatni nektek egy nagyon érdekes kísérletet. Ezzel lehet jól szivatni az embereket esetleg, hogyha elmegyünk egy buliba, hogyha éppen van otthon egy lombikotok, vagy egy akármilyen műanyag üvegetek. Teszem azt, hogy belerakok egy kis cetlit ide a szájába, és azt mondom, hogy hát az nyer, aki bele tudja ezt a cetlit rakni a közepébe, úgyhogy nem ér hozzá az üveghez. Hát nyilvánvalóan szerintem a legkézenfekvőbb az lenne, hogyha belefújnánk. De nézzük, hogy akkor mi történik. Kifújódott. Na de mi a magyarázata? Hát az az igazság, hogy semmi új nincs a nap alatt, megint csak az történt, hogy ahogy én fújtam a levegőt, egy nagy légáramlat keletkezett ennek a lombiknak a szája előtt. Hogyha nagy volt a sebessége a levegőnek, akkor kisebb volt ott a levegőnek a nyomása. Márpedig, hogyha itt kicsi a levegő nyomása, akkor a nagyobb nyomású üveg belsejéből egy erő fog keletkezni, ami kifele fogja tolni a kis cetlinket. Még egyszer megmutatom. Megint sikerült, hál' Istennek. A következő kísérletünknél megint gyújtogatni fogunk. Most azt fogjuk megnézni, hogy vajon a felhajtó erő és a hőmérsékletnek a változása az megint csak hogyan tudja megváltoztatni itt a viszonyokat. Na most meg fogom gyújtani ezt az egyszerű kis teafiltert, és meg fogjuk nézni, hogy mi fog történni. Szépen elkezd égni, egészen az aljáig, ahol aztán felszáll. Mi történt? Az történt, hogy ahogy meggyújtottam ezt a filtert, a fölötte levő levegő elkezdett ugye melegedni nyilvánvalóan, hiszen égett valami. Mivel hogy itt melegebb volt a levegő, a melegebb levegőnek kisebb a nyomása, ezért aztán a légköri nyomás alulról feltolta abba az irányba, amerre ugye kisebb volt a nyomás.
És mivel hogy az égés az felfele történik, mindig fölötte lesz kisebb a nyomás, ezért mindig fölfele fogja nyomni a légköri nyomás. Ez annyira szép volt, hogy szerintem ezt megnézhetjük még egyszer, most, hogy már tudjuk, hogy mi történt. Van itt még egy ilyen jó kis filterem. És fel is szállt, remélem, hogy nem fog rám visszaesni. Térjünk egy kicsit vissza a nyomáshoz, és hogy milyen érdekes tulajdonságai vannak ugye a nyomásnak. Ha föl szeretnénk írni azt, hogy az erő és a nyomás között mi a kapcsolat, akkor ezt is már biztos, hogy tanultátok, hogy P az egyenlő F per A. Mit jelent ez, hogyha egy nyomó erőt mondjuk kifejtek egy nagyobb területű helyre, akkor ott kisebb nyomást fogok valójában alkalmazni. Ezért is van például az, pont ide szállt le, hogy a lufik azok nincsenek túl jóba a tűkkel. Hogyha egy tűt nagyon közelítek a lufihoz, és aztán bele is szúrom, akkor bizony az ki fog durranni. Na de mi van akkor, hogyha nekem van egy sünim, legyen a neve Albert, akivel nagyon szeretek hétvégente lufizni. Na de attól félek, hogy mi van akkor, hogyha neki dobom a labdát, akkor bizony ki fog nála durranni, és akkor nem tudja nekem visszadobni. Hát nézzük meg, hogy ez tényleg ez történne. Most ezt minden sünitartó fizika barátnak üzenem, hogy ez fog történni akkor, hogyha a süniére ráesik a lufi. Egészen nyomom, egész erősen. Bizony ez nem durrant ki. Szerintem, remélem, hogy látszik ez a kis Albert makettem itt, ez kis süni akar lenni, a kartonlapra tűket helyeztem, és egészen sűrűn. Mi az, ami történt itt? Megint csak tűk vannak ott, viszont egy nagyobb területen vannak szétoszolva, ezért aztán az erő, amit kifejtettem rá, egy nagyobb területen oszlott el, kisebb, és így aztán kisebb nyomás fektetődött a lufira. Ezért van az, hogy aztán hiába nyomtam rá egészen erősen, valójában a lufira csak nagyon kis nyomás az, ami hatott, és így aztán nem durrant ki. Tehát ebből azt tanultuk, hogy lehet a kis süninkkel lufizni, és megtanultuk azt is, hogy az erő eloszlik egy nagyobb felületen. És ugyanezt szeretném valahogyan bebizonyítani a lufik segítségével. Mi történne akkor, hogyha egy lufira ráállnék? Hát nem mondom azt, hogy elmehetnék szumó bajnokságra, de szerintem még azért alattam is kidurranna egy lufi. Mi van akkor, hogyha viszont több lufival csinálnánk meg ezt a kísérletet? És akkor most egy kicsit átalakítanám itt a helyet. És akkor a lufikat odarakom. Meg egy picit fel is söprünk. Tehát amit most csinálni fogok, az, hogy erre a sok lufira most rá fogok rakni egy deszkát, így aztán el fog oszolni az én súlyom ezen a sok lufin. És reméljük, hogy így akkor nem fognak kiukadni. Mert akkor nagyot fogok sikítani, és azt nem szeretnék. És reméljük, hogy akkor mindegyik alatta fog maradni. Jó. Na, így, és megtartottak, és egyik se durrant ki, úgyhogy akkor megtanultuk azt, hogy szépen a nyomás az el tud oszolni, és így aztán hiába van annyi súlyom amennyi, hogyha ilyen nagyobb területen oszlik a szét, akkor nem fognak szétdurranni alattam a lufik. Én köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott, és remélem, hogy tetszett nektek ez a pár kísérlet, amit bemutattam nektek. Sziasztok!